A mai videóban a prostata megnagyobbodásról, a prostata gyulladásról és más prostata problémákról lesz szó, az okokról és természetes módszerekről, életmódbeli változtatásokról, amelyek segíthetnek prostata problémák esetén. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A prostata megnagyobbodás legfőbb oka az alacsony tesztoszteron szint, miközben magas az inzulin és az ösztrogén szint a testünkben. Az ösztrogén és az inzulin anabolikus hormonok, ami azt jelenti, hogy növelő hatásúak, tehát jelen esetben a prostata növekedését okozzák. A férfiak szervezetében természetes módon csökken a tesztoszteron szintje idősebb korban, de erre rátehetünk azzal, hogy olyan ételeket és italokat fogyasztunk, amelyek ösztrogén növelők, illetve fokozzák az inzulin rezisztenciát a testünkben. A legerőteljesebb ösztrogén növelő először is az alkohol, így a prostata megnagyobbodás megszüntetéséhez vezető leglényegesebb első lépés lehet, hogy elhagyjuk az alkoholt. A legtöbb esetben azonban az ösztrogén a tesztoszteronból jön létre, ezt az átalakítási folyamatot pedig az aromatáz enzim végzi. Az aromatáz enzim szintje a testünkben a hasnál lévő zsírral arányosan növekszik, tehát minél több a hasi zsír, annál több az aromatáz. A hasnál lévő zsír pedig mitől alakul ki? A túl sok inzulintól, az inzulinrezisztenciától, ami pedig a napi sokszori étkezés, 3-4-5 alkalom plusz nasizások, és az éveken át fennálló túl sok szénhidrát bevitelettől jön létre. Az aromatáz szintjét nagyon jól tudjuk csökkenteni keresztes virágú zöldségekkel, mint például a céklazöldje, brokkoli, fodroskell, például készítettünk belőlük turmixot napi rendszerességgel. A keresztes virágú zöldségekben lévő vegyületek gátolják a testünkben az aromatáz működését, mely enzim ugye képes a tesztoszteronból ösztrogént létrehozni. Tehát lehetséges egy olyan állapot is, amikor valakinek magas a tesztoszteron szintje, mégis vannak prostata problémái, mert valószínűleg nem eszik elegendő zöld színű zöldséget, mert csökkenteni az aromatáz mennyiségét. A zöldek rendszeres fogyasztásának hatására kevesebb ösztrogén fog létrejönni a tesztoszteronból. Nagyon jó ösztrogén csökkentő a csalángyökérnek és a fűrészpálmának a kivonata, melyből érdemes jobb minőségű készítményeket szedni, amelynek magas a hatóanyag tartalma, tehát ne az 1000-2000 forintos terméket vegyük meg. A tesztoszteron szintet növelhetjük a rendszeres fizikai erőkifejtéssel, súlyzózással, edzésekkel, futással, de főként az időszakos böjtöléssel, napi egyszeri étkezéssel. Jó tesztoszteron növelő a növények közül a makagyökér, mely egyébként a keresztes virágú zöldségek családjába tartozik, és elsősorban őrlemény por formájában fogyaszthatjuk Magyarországon, van, amit a webshopban lehet belőle rendelni. A prostata problémákat okozó második hormon az inzulin, a túl sok inzulin, a napi sokszori étkezés és a túl sok cukor bevitelétől alakul ki. A gabonafélék, a burgonya, a rizs, a tészták, a zabbehely, a sütemények, a fagyi, a kakaócsiga és mind-mind cukrok a testünkben végül cukorrá alakulnak át. Az inzulinrezisztencia, a magas inzulin szint létrehoz idővel egy olyan állapotot, amit metabolikus szindrómának nevezünk, melynek további tünetei a magas vérnyomás, a már említett hasnál lévő zsírrétek, a magas koleszterin szinte és a gyulladások a testünkben, amelyek ugye olyan problémákat okoznak, mint például az ízületi gyulladás. Ez az állapot, tehát a metabolikus szindróma állapot a tökéletes melegágya a prostata megnagyolódásnak vagy a prostata gyulladásnak. Tehát csökkenteni a napi étkezések számát és a szénhidrát bevitelt kulcsfontosságú lépés a regenerálódáshoz, akár magas inzulin, akár magas ösztrogén szint esetén. A prostata megnagyobbodás, de a prostata gyulladás esetén is fontos elhagyni néhány ételt, illetve alapanyagot, először is a tejtermékeket, nem csak a bennük lévő esetleges mesterséges anyagok miatt, de ugye a tej természetes módon is tele van növekedési hormonokkal, hiszen a borjónak ugye szüksége van rá a növekedéshez. Csak hogy ilyenkor a prostata növekedését is erősíthetjük ugye vele. Tehát sajtok, joghurt, kefir, tej, ezeket ajánlott egy időre elhagyni. Érdemes odafigyelni a szójára is, nagyon sok húskészítményben ott van a szója, ami a legtöbb esetben GMO-s szója, illetve sokan fogyasztanak szójafehérje izolátumot is, amivel ugyancsak érdemes vigyázni. A növényi olajokat is célszerű kizárni, napraforgó repce, kukorica, amivel ezek tele vannak omega-6-tal, amely erősíti a gyulladásokat a testünkben, így a prostatánál lévő gyulladásokat is fokozzák. A növényi olajok rengeteg modern feldolgozott ételben ugyancsak ott vannak, tehát fontos erre is
odafigyelni. Az olívaolajat lehet fogyasztani, mert abban döntően omega 9 van. A következő lényeges tudnivaló a prostatáról, hogy az összes szervünk közül a prostatában koncentrálódik a legtöbb cink. Ez jól mutatja, hogy a prostata megfelelő működéséhez igencsak szükségünk van cinkre. A tesztoszteron termelődéséhez is kell a cink, tehát prostata problémák esetén fontos cinket is pótolni nagyobb mennyiségben. A prostata talán legsúlyosabb betegség a prostatarák. Nem csak prostatarák, de más prostata problémákra is. Az egyik legjobb étel, amit napi szinten ehetünk többször is nagy adagokban, az a brokkoli csíra, a benne lévő nagy mennyiségű szulforafán miatt. A szulforafán be lehet vinni kapszulázat étrend kiegészítő formában is, de sokkal több tud hasznosulni belőle, ha brokkoli csírát eszünk. Lehet otthon ugye csíráztatni, az az olcsó verzió, vagy nagyobb bioboltokban is kapható a brokkoli csíra. A benne található szulforafán több kutatás szerint is igen hasznos vegyület prostatarák, mellrák, de más daganatos megbetegedéseknél is. Prostatarák, prostata megnagyobbodás, gyulladás, de más prostata problémáknál egyaránt érdemes a terápia részévé tenni a kurkumint is. Ugye ez a kurkuma hatóanyaga, amit kapszula formában tudunk bevinni napi rendszerességgel. Van a Vita webshopból rendelhető nagy dózisú kurkuma kivonat. A zöld teát, amit napi szinten ihatunk több alkalommal, és olyat keresünk, ami lehetőleg minél tisztább zöld tea. A gránátalmát, például a gránátalmani formában napi többször fogyaszthatjuk nagy mennyiségben. A szőlőmagot örlemény formájában, például vízben feloldva, vagy kapszulázott kivonatként, illetve a sága gombát, vagy másik néven a hanvaskéreg gombát. Tehát kurkumin, zöld tea, gránátalma, szőlőmag és hanvaskére gomba, ezek azok a természetes szerek, amelyek tapasztalatok és kutatások szerint is a legjobbak prostatára. Leginkább képesek hozzájárulni a prostata regenerálódásához. A prostatánál lévő gyulladásokra a mindennapi ételeink közül nagyon jók a hagymafélék, vöröshagyma, fokhagyma, tehát ajánlott nyersen minél többet enni belőlük napi szinten. A prostata problémák lelki hátterével is érdemes foglalkozni, kineziológust vagy pszichológust felkeresni, hogy jobban megértsük a bennünk zajló folyamatokat. Ugye, mivel a prostata megnagyobbodás általában idősebb korban jelentkezik, amikor veszítünk férfias kisugárzásunkból, egy belső lelki válságnak a következménye, a vizelet visszatartása, ugye a vizelet nem tud távozni a testünkből a megnagyobbodott prostata miatt. Tehát ez a visszatartás azt szimbolizálja, hogy nem tudjuk elengedni a múltat, nem tudunk beleterülni abba, hogy ugye életünk férfias szakasza elmúlt. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ha vannak saját tapasztalataid a problémával kapcsolatban, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!